23. alkalommal rendezték meg a Budapesten akkreditált véderő, katonai és légügyi attasék éves lőbajnokságát a Püspökszilágyi lőtéren. A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztálya, valamint a Vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezésében a Magyar Honvédségben rendszeresített AK-63F karabéllyal, valamint a P9RC Parabellum pisztolyjal kellett végrehajtaniuk a feladatokat a katonadiplomatáknak. A lövészet egy alapképesség minden katona számára. Mindenki nagyon motivált és alig várja ezt a lőbajnokságot. Elmondhatjuk, hogy a résztvevők jól szeretnének teljesíteni és megmutatni, mire képesek. A három részből álló verseny első körében 10 értékelhető lövést kellett leadni a Kalasnyikovval. Ezután következett a Parabellum pisztollyal végrehajtott versenyszám a 25 méterre elhelyezett célra. Az utolsó versenyszám pedig az úgynevezett párbaj volt, amelyben az győzött, aki előbb küzdötte le a célokat. Párszor volt már szerencsém az AK-63-ashoz, már az első alkalommal meglepett, hogy mennyire megbízható fegyver, és nagyon könnyű kezelni, és egyszerű vele eltalálni a célt. Tehát pozitív csalódást okozott. A pisztoly az olyan, hogy vagy szereted, vagy nem. Én személy szerint szeretem, és örülök a lehetőségnek, hogy tudtam lőni vele. A versenyt követően a katonadiplomatáknak lehetőségük volt kipróbálni az AK-63 gépkarabély modernizált változatát, valamint a Hughes mesterlövész puskát. Idén az összesített győzelemért járó vándorkupát Lulu Lukács ezredes román véderőhatassé vihette haza.